a színhely, ahol ülünk, Vértesai Lászlónak a, azt is mondhatnám, hogy a szerzetes cellája. De azért ez már egy 21. századi cella. Egy igazi szerzetes cella a régi időkben nem ilyen volt. Az egy vaságyos valami volt, mosdótállal, egy feszülettel, egy pici szekrényel, két-három ruhával, egy rendi ruhával, talárissal, és kész, ennyi. Most, hogy ez ennyi, hogy néz ki, egy szűnyi képpel, egy pirk János képpel, a szobám falán egy szép szarkofág töredékkel lévén, hogy ezek nekem kincsek, egy számítógéppel, egy szkennerrel, mert ezek az én munkaeszközeim. Hogyan lett pap? Miért lett pap? És aztán majd a következő kérdés, hogy miért lett éppen szerzetes? Pap azért lettem, mert amikor a Veszprémi Vegyipari Egyetemen diákként véletlen, gondviselőszerű úton egy ima közösségbe kerültem. Egyik alkalommal rám került a sor, és nekem kellett a Bibliát magyarázni, imádkozni. Már az első alkalommal ennek olyan különleges ízét éreztem, ami nagyon-nagyon megragadott. Ilyen ízeket, ilyen örömet, ilyen valamit nem éreztem másut. Aztán megint rám került a sor, már vártam rá, már készülődtem, és valahogyan ez az élmény, tudni, hogy Isten szavát, igéjét szóvá tenni, többieknek ezt elmondani, diáktársaimnak, vagy éppen fiatal tanártársaimnak, ez akkor örömet jelentett, ami becserélhetetlen és mással nem váltható. Tehát egyszer megérintett, és apránként magához szédített ez a hívó hang, így lettem pap de arra emlékszem, amikor mindez történt, nem akartam szerepelni. Roppant lámpalázos voltam. Édesanyám, a nagyszülők, a családom nagyon erős pedagógus indíthatású. Ez a tanítói vágy, ez egy küldetés. Én papként élem ezt meg, de igenis vállalom és készülök arra, hogy a többiek elé lépve valamit, valamit mondjak. És ők erre, ők erre rászorulnak. Jönnek hozzám. ez egy, mint egy visszajelzés. Nekem van valami, amit én adni szeretnék, amire van egy küldetésem, és ők pedig jönnek, mert, mert úgy látszik, hogy, hogy valamit át tudok ebből adni. Ha ez így van, azért ez hitem legmélyén, ez kegyelem, ajándék. A szülei, amikor meghallották, hogy pap lesz, ugye ezek szerint pedagógusok voltak? Mondták, hogy jaj, de jó fiam? Vagy az is belejátszott ebbe, hogy akkor például hol maradnak az unokák? papám meghalt 70-ben, az én hivatásom valamikor a 70-es évek közepén bontakozik. Amikor édesanyámnak bejelentem, hogy én pap szeretnék lenni, az épp egy husvét vasárnap az ünnepi ebédet követő mosogatási akció során, amikor én mosogat, én törölgetek, és mivel ilyenkor mindig jókat beszélgettünk, te ma én szeretnéd neked valami fontosat mondani. Na mi az, fiam? Csend, csak a víz csapcsöpög, szeretnék pap lenni. Ami ha hallgat, és egészen pontosan nem hiszem, amit válaszolt, akkor légy jó pap, fiam. Nem lelkesedett, nem brót a nyakamba, nem mondta hogy jaj ne. Egy józan anya, akinek nyolc gyereke van, aki reális, akinek a lelkében hit van, ha igen, ha pap, ő akkor csináljad, de akkor jó csináljad. Azért ez egy olyan örökség, ami engem elindított, hogy ezt én engem erre ítéltetett, ezt nekem jól kell csinálni, nem sikerről van szó. Az én odaadottságom. Hogyha van siker, van hallgatóság, van megtérés, vagy, vagy van jobb emberré válás, akkor ez egy gyümölcs. Ő nem ezt kérte. Ahogyan én magamat odaadom, ahogyan ő odaadta magát nekünk nyolc gyermekének, meg egész életen át a tanítói munkájának. Ilyen szempontból mindenféleképpen példa. Ő is, meg halott apám is és akkor a vegyészmérnök pap lett, de hát a vegyészmérnökséget is nyilván szerette, és azt föl kellett adni a gondolom én. Amikor mindez a gondolat bennem, mint egy hívó hang fölbukkan, hogy én pap léhetnék, sőt, valaki hív erre, akkor valójában meg kellett vívni. Sok irányban is, hogy magamat szabaddá tegyem többek között, a szakmaisági. Szívesen voltam az egyetemen, szívesen tanultam, a szerves kémiai tanszékem tudományos diákkori munkát végeztem, számítottak rám. Nemrég jártam egy-két hete, volt egykori egyetemi rektoromnál vendégségbe, dr. Nemec Erni, a szilikát kémiai tanszéknek volt ő a vezetője, aki amikor Bejelentettem az évfolyamoknak az államvizsgát követően, hogy én pap szeretnék lenni, tudnék a belső döntésem után, én ezt egy évig hallgattam, és mint egy próbaidőt hordoztam magamban, hogy adott egy esélyt, hogy vagy igen, vagy sem, egy ilyen, hogy is mondjam, meglátjuk, hogy alakul? Pontosan is. Úgy ítéltem, hogy ezt a próbát kiálltam. Nos, amikor ezt én bejelentettem, ő akkor... Ez 1975-ben történt. Az megdöbbentés számomra, hogy egy egyetemi rektor az én ilyen bejelentésemre a János Evangélium prológusának a szavaival a válaszul, hogy kezdetben volt az ige, és akkor ebből igazából engem bátorítani akart. Azt éreztem, hogy a legelső ember az egyetem világában, tényleg a legelső ember a csúcsán, a rektor, mint egy jóvá hagyja ezt. És most meg annyi esztendő elteltével, amikor még barátként kerestem fel, akkor azt éreztem, hogy egyetemen büszke arra, hogy a volt diákjai közül valaki a kapi a fejét, jó lehet, ő egy evangélikus hitű ember. De ő maga a küldetés az, hogy mind a ketten Krisztus követségébe járunk, ez egyetemi volt számunkra. Furcsa lehetett azért, mert vegyészmérnökként aztán egészen más pályára sodródott, és úgy is mondhatnám, hogy kollega, hiszen rádiózással foglalkozott, a Vatikáni Rádiónak volt egy ideig a vezetője, a magyar adásnak a vezetője. Hogyan jutott el odáig, hogy hogy riportokat készítsen, hogy interjúkat készítsen, hogy újságot írjon, és így tovább. Sok víznek kellett lefolni a Dunán. Ez most szó szerint értendő, mert amikor 1983-ban frissen főszentett papként hazakerültem Rómából, hiszen ott tanultam, akkor az első szolgálati helyem a Duna mellé Kiszentendre volt. És hogy gyönyörű kilenc hónap. Hát ez egy nagyon jó hely. Nem tudom, hogy a papok körében van-e olyan, hogy hova helyeznek, de hát azért biztos van, és akkor vannak különbségek. Hát Szentendre, hát az remek. Kitüntetésként is ért engem. Ez a kinevezés mi nem kérünk, hanem elfogadjuk a püspökünk által kijelölt helyet. Ő disponál, ő rendel bennünket. Az első szolgálati helyem tehát Szentendre volt, ahol egy ragyogó emberi keresztény közösséget találtam, egy csodaszép városkát. Kilenc hónapot. Én ezt nem költői szónak, vagy allegóriának érzem, hogy ez az első szerelem volt az én papi életemben. Szerelem az ottaniakkal, idősekkel, fiatalokkal, középkorúakkal, a várossal, ezer éves kultúrájával, Szentendrével, és megsirattak engem, megsiratta őket akkor, amikor kilenc hónap elteltével, rá egy évvel, közel rá egy évvel Budapestre kerültem a Rózsák terére. A keleti pályaudara mellé nyolc éves munka után, aztán a déli pályaudara mellé kerültem a Városmajori plébániára. Két más világ, Pest és Buda, valahol a Dohány utca környékén munkálkodni, aztán utána egy budai polgárrendjebe kerülni a 12. kerületbe. A Városmajori plébánia hívei közé más jellegű kihívás jelentett, de örömen volt. És hogy minek kellett még... Le... Igen, hát hogy tönélék hogy hogyan jött ide ez értem, tehát eltelt néhány év, hogyan jött ide aztán a rádiózás? Ezt csak azt mondták, hogy te leszel az, mondta a püspök, te leszel az, aki majd Vatikánban mész rádiózni. Az élet életszerű. <laughs> Azért mindig vannak egészen konkrét kihívások, aminek aztán adódhat következménye. 1991-ben II. János Pápa -Pál első apostoli látogatását tette Magyarországon. És mindezt, ugye, 91-et írunk egy évvel a rendszerváltás követően az ország nem volt akkor még felkészülve egy ilyen vendégfogadására, se a magyar rádió, se a magyar televízió. Már pedig engem azért osztott be a püspöki kar a TV-rádió stábjai mellé, hogy ezt az illusztis vendéget szakmai teológiai szempontból kísérjem pontosabban a TVrádió munkatársainak, akik a közvetítéssel foglalkoztak, nyújtsak szakmai segítséget. Ön volt az, akit lehetett hallani, hogy a riporter vagy a műsorvezető úgy beszélt, és közben időnként megszólalt egy hang, akiről lehetett tudni, hogy pap, és mindig mondta az információkat. Ezek szerint ön volt az részint igen, televíziónál voltam, a rádiónál is, időnként alkalmi jelleggel. Ez egy alkalmi megbizatás volt, amely véget itt nyilvánvalóan a pápa visszatértével, de utána maradt egy feladata a püspököknek, nevezetesen, hogy az akkor indítandó rádiós, televíziós egyházi műsorokat katolikus részről rám bízzák. És akkor neveztek ki, a katolikus televíziós műsorszerkesztés egyházi referensévé. Így maradtam ott, félállásban a televíziónál, és hogy ne ez szerintem nem is egy, hanem ez kétállásos munka lett volna önmagában. Mindegy, messze fölbecsülték az én képességeimet, és utólagosan a paskai bíboros hatja rám lassúzta az Budapesti Katolikus Egyetemi Lelkészség felállítását, amely megszűnt 50-ben a többi rendnek a felosztatásával együtt, és így hanvaiból kellett megteremteni egyiket is, másikat is. 1991 őszítől kezdődött egy szörnyű kapálódzás részemről. Televíziózás, egyetemi lelkészség felállítása, azt se tudtam, merre menjek. De aztán megszeretted, gondolom, hogy ott a televízióban másfajta világa, de azért belejött hamar. Csak kiküldték utána Rómába, hogy ha már itt jól ment, akkor ott is. Igen, ez úgy történt, hogy valóban talán ebben a vegyipari egyetemen eltöltött és a időt letöltő előéletem segítséget nyújtott, amennyiben úgymond ez a polgári világhoz úgy volt, van érzésem. Lentiben voltam büntető századnál. Igen, az a... egy jó, jó hely volt, igen. És az ott ezeket a nehéz sorsú és igazából lelkében jó embereket megismerni, ez nekem egy életre szóló, adott egy olyan indítatást, hogy a szavak, a jelmezek, a köntösök, ruhák mögött lecsupaszítva az igazságot találjam meg, és elvállaljam azt, némelyikkor az egyszerű, közönséges, utcai szót is. Nem vulgárisan, de mondjuk úgy jó egyszerűen. Sokkal könnyebben meg lehet a másik embert érinteni. Akkor, amikor a tévé, rádió stábból jártuk a pápa helyszíneit Győr, Szombathely, Pécs, stb., Mária púcs, olyan könnyen tudtam én ezekkel az emberekkel, világosítókkal, kameramanokkal, producerekkel szót érteni, és... Nem beszélt paposan ezek szerint. Hát ezt talán ők tudnak. Nem is tudom, hogy mit jelent az, hogy paposan beszélni. Ilyen szempontból óztam és védtem magamat, hogy, hogy, beszéljek egy normális, érthető, egyszerű, de tiszta nyelvet. Nem mindig könnyű, ezt egy rádiós tudja. <laughs> Nekem is feladat. Ú, indulatai egyebek miatt. Indulatos? Tudok lenni. Vagy azzá leszek. Nem akarok, és küzdök ellene. Igen, igen. Igen, csattan? hirtelen, előfordul munka közben? Talán kevéssé uralkodom rajta, inkább az indulataimban, az impózusaimban érzem. Tehát magamban érzem, többnyire uralom ezt, nagyon ritkán történik, amikor amikor felemelem a hangomat. Nem tipikus, nem jellemző, de az indulataim bennem vannak, és azok arra átjön. vannak, az átjön persze, de, de ebbe ebbe úgy gondolom, hogy ezt, hogy ezt jó idegen szót használok, kanalizálni, csatornába terelni, megháziasítani, domestikálni, nevelgetni, megszeredíteni. Mm. És akkor az én indulatom, vagy az én lelkesültség, amikor én igyet hirdetek, akkor az nem egy ilyen tudományos tárgyasútság, objektív hangja, hogy én átadok valamit. Akkor azt mondom a hangom fölcsattan, ezt én nem csinálom, vagy ezt én nem tudom. Ez születik, ez, ez, ez egy spontán valami. Én akkor magammal nem rendelkezem. Mondom és kész. Ez meg Áld, csak mondom itt a hallgatóknak, a hívők pedig jó, ha érzik, hogy hát ezt komolyan gondolja maga is, majd lefordul a szószékről, a nagy indulattól. Most túlzok, nyilván nem erről van szó. De akkor maradjunk még egy picit itt a televíziónál, a rádiónál. Mikor volt az, amikor megcsinált az első műsorát, és azt mondta, hogy na igen, ez jó volt. Vagy az első interjút valakivel, aki, aki fontos ember volt, most a szónak nem abban az értelmében, az ön számára fontos ember volt. Ami nagyon megmaradt bennem, az egy, az egy film epizódot. Még akkor még káplánként is dolgoztam, de már rádiós voltam, tehát lelkészként dolgoztam, és a Moszkva tér melletti Csalogány utca, szellem és mozgás ittem vittem hittanórára, és velük tartottam kis foglalkozásokat. Egyik ilyen foglalkozást a televíziós felvette, a tékozó fiú történetét játszottuk el, és a kis játszótársam egy kis daunkoros fiúcska volt. Megértettem mi az egész a közepe, és akkor imitáltuk az egészet, amit ő ebből fölfogott, és ahogyan ő hazatért, én papaként őt hazafogadtam, úgy egymás felé közeledünk, egymást nyakába borulunk, és akkor egymásnak örülünk. És az az egymást átölelése, ez, ez, több volt, mint egy szerep, több volt, mint egy játék. Nem tudom, később, mikor, mikor, nem is láttam filmen, amikor, amikor kaptam az embereknek a reakcióit, akik láttak a televízióban, hogy itt valami csoda történet. Itt két ember találkozása, függetlenül tévékameráktól, itt valami átjött, valami megszületett. Ez egy titka a teremtésnek. Másfelől híres ember lett, nézték a tévében, látták az emberek a tévében, nem volt zavaró? Vagy örült neki? Igen. Hát az, hogy híres, azt én nem tudom, azt én nem érzem. Hála Isten mondom. Hát, én... aki egyszer szerepel a tévében, az már híres Igen. ember pálapostól beszél leveleiben egy bizonyos tüskéről, amit ugyan két az úrtól, hogy vegye el, mégis meghagyta neki. Amikor én azzal a gondolattal foglalkoztam, hogy papságra hív a Jóisten engem, akkor az egyik ösztönös erutasítás abból adódott, hogy Uram, de hát én hadarok, én gyorsan beszélek sokszor. És akkor, akkor ezzel meg kellett küzdenem, még végül rájöttem arra, hogy ha lassabban is beszélnék, és jobban artikulálnám, akkor sem amiatt, a szép rétolikám miatt, hívja meg a Jóisten, hanem meg kivemelett, és ez a kettő megkér egymás mellett. De hogy mégis van, és nekem ezzel küzdenem kell, többek között ezzel, vagy egyéb más emberi gyengeségemmel, ez mindig józanít. Józanít, és akkor az, hogy híres ember lehetnék. Amikor én tudom magam korlátait, indulataimat, érzéseimet, akkor ez úgy kiózanít. És akkor vagyok, aki vagyok, ő a Darabos Laci-tól, Darabos Laci? É, értem ez ki mondta ezt így? Én mondom magam, mindenki darabos, hát itt kezdődik, ahogyan Piriszki mondja a versében, a teremtés ólnyi széleségi fű, falház, ettől odáig ér. Én tudom, mit tudok, pontosabban nagyon jól tudom, mit nem tudok. Amiatt, ha kell, akkor, akkor elhallgatok, és emiatt törekszem nagyon komolyan hallgatni, figyelni másokat, akik többet tudnak tanulni. Odáig nagyon nehezen el, hogy csak kijutott Rómába, és akkor ott élt néhány évig, mint a vatikáni rádió magyar adásának vezetője. De hát csak kijutott Rómába, csak ott élt néhány évig, azért gondolom nagy élmény volt. Visszajutottam Rómába igazából, mert 1979-ben, akkor még kispap szemnalista koromban éjjel kerültem ki, és ott végeztem el a teológia tanulmányomat, utána kerültem Szentendére, ahogy az előbb szóltam erről. Amikor a televíziós, rádiós munkát és egyetemi elkészi munkakört végzem, ő akkor születik 92-ben a hivatás, hogy egy nagy módosítás a bár a papság munkakörén belül maradva, lépjek az akkor már működő, újra működő jezsújta rend kötelékeibe, a döntést követte a belépés, két éves noviciátus Szegeden, ez ilyen újonc képzés, a jezsújta lelkiség elsajátítása, és másfél évet Budapesten, ami egyetemi szakkollégiumunkban, a Szent Ignács szakkollégiumban végeztem, még fölkértek, hogy egy rendtársam helyét ugorjak be Rómába a Vatikáni Rádióhoz kisegíteni, és majd egy év múlva visszajövök. Na most ez egy tipikus jelenség a mi rendi világunkban, amelynek egyik alapsajátossága a belső rendelkezés, a disponibilitás. Jó, megyek! az olasz nyelv ismerete, meg a német nyelv, meg más nyelv eleve adott volt a korábbi tanulmányaim révén. Itt kerültem 96-ban Rómába egy évre, és ebből lett egy, meg egy, meg egy, meg, meg annyi esztendő, összesen hét évvel töltöttem. Ott felejtődtem, mint ahogy hogy nem egy ők akit elküldtek valahová 10-20, van, akit 40 esztendőre ott felejtettek, és végeztem munkáját addig, amíg meg nem bízták egy másik munkával, vagy én még az egész a földi útja véget nem ért. Átsiklottunk egy dolgon közben, hogy jezsuita lett. Az ember azt gondolja, megint csak az átlagember, hogy a jezsuita hát a szerzetes rendek között is a legkeményebb, legszigorúbb, leg-leg-leg. tényleg a jezsuita rend? Nem. <laughs> Nem számomra. A legnagyobb meglepetés a renden belül éppen az volt, hogy igazából az alapító Szent Ignác atyánk, meg, meg, azok a példák, akikre én föltekintettem, és máig föltekintek, amíg még élő jezsőt a kortársaimra, rendtársaimra gondolok, vagy akik már elhunytak. A lényegét tekintve ez a rend egy misztikus rend. Valahol a rend a lelke mélyén keresi azt az alapvető kapcsolatot, amely a névadójával, Jézussal összeköti. Jézusiak lenne a magyar szó pontosabb fordítása, a Jézus, az csak hangulatát adja vissza ennek a szónak, aki, aki nagyon mély belső személyes kapcsolatra, kapcsolatra lép Jézussal, és mi lehetne más ez a kapcsolat, ha nem lelki, és ha nem titokkal teli misztikus kapcsolat, akinek a jegyében ő próbálok én tevékenykedni. Hogy korábban ehhez társult egy nagyon feszes fegyelem, bizonyos történelmi körülmények között alakult. Most nem ez sző össze bennünket, nem ez tart össze bennünket. De azért fegyelem van. Van, van, de, de talán nem ez a lényeges, és nem ez tesz valakit jezsuitává, engem sem é, ez a benső fegyelmezettség, hanem inkább egy lelki odaadottság. Mit akar az én Jézusom tőlem? És mit akar tőlünk? A kérdés nálunk az így vetődik föl, mit akar tőlünk? Mit vállalunk el együtt, amit a közösség rám bíz? Többes szám első szemében igen, hát egy közösség vagyunk. Azt mondja a rendüknek a latin elnevezése, Societas Jézus, Jézus társasága. Tehát mi társak vagyunk abban, amit a kor, a világ körülöttünk ma elvár. És hát hatalmas nagy kihívás tengerében írja a a rende. Azt mondják rendről, hogy nagyon sok ismerőse barátja van többek között a színház, a színészek világából. És az ember eltűnődik, hogy egy jezsuita hogy kerül ebbe a világba? Hogy kerül a színházhoz, a színpadhoz közel, ahol hát az erkölcsök mégiscsak egy jezsuita világához képest szabadabbak, finoman szólva. Biztos nem emiatt. Veszprémi diákkoromban óriási nagy élmény volt két színészszel való személyes találkozás is, az egyik Latinovics Zoltán, akit akkor a cél úrék küldöztek el Budapestről, és vidéki színházba jött le. És Büntetésben oda... volt, ugye, akkor éppen Igen. Beszprémben. Igen. Igen, mondjuk így. És ott viszont odaadta magát egy vidéki kisváros közönségének. És akkor én diákként hallgattam, csodáltam őt, és aztán később én már a személyes beszélgető kapcsolatba is kerültem a Cserhalmi Györgyel, amikor jóval később ugyancsak Veszprémbe érkezett. Ezek az első indítások valahogy együtt érezni, nem csak a színpadon velük és csodálni őket, hanem utána látni az emberi arcokat egy előadás után, egy pohár sör mellett, vagy akár kettősör mellett, amikor elmondja, hogy mi történt benne, mit jelent ez számára. Nagyon megfogott. Később... Akkor még nem volt pap. Nem, 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 nem. Tehát akkor csak egyszerű diákként került kapcsolatba velük? Így indult, de hát aztán ugye pap lett a diák éveket követően, és az ember arra gondol, hogy akkor egy kicsit eltávolodott ettől a világtól, de hát ne Vagy igen? Talán nem. Remélem legalábbis nem. A nagy visszatalálás ez a színi világhoz, aminek én csak a peremén bolyogtam, az akkor adódott, amikor Budapestre kerültem 84-ben, a Rózsák-terei Szentesébe plébániára, és nem sokkal azok után, hogy én megkezdtem a lelkipásztori munkámat, egyik alkalommal jelentkezett nem kisebb színész, mint Mensános László, aki bejelentkezett, hogy ide költözött a szomszédos Barcsai utcába, ennek az egyházközségnek ő most híve lett, és kész, csak úgy jelentkezett. És ebből a jelentkezéséből, ez egy szentmise előtt történt, barátság született, amikor ő keresett, amikor én mentem hozzá, nagyon sok beszélgetés, és ebből kialakult egy oly módon értelmezett hivatali kapcsolat is, hogy életem a gyontató atyai, pedig a gyónó gyermekem. Butaság ez így, mert akkor egészen más. Érdekesen de... hangzik ez a hivatali kapcsolat. Ugyanakkor ezt a hivatali kapcsolatot átjárta, mint egy olyan kereszt szál, egy szőttesben, a barátság. A barátság, ami, ami azt jelentette, hogy, hogy a Laci bácsi rám bízta a családtagjait, mint egy pásztorra. És rám bízta, és a megható színésztársait. Nagyon sokat. Közülük már többen nincsenek a színpadon, de pontosan nem Ez, hogy 80-as évek ő közepén, második felében, még az is egy nehéz év. Ő még akkor is dacol. Ő dacoló ember volt. Ő dacolt mindig azzal, ami nem volt úgy egyenes, ahogy ő azt annak vélte. És valahogy itt kezdett bontakozni az immáron lelkipásztori törődés gondolata, hát ez egy életveszélyes pálya, a színi világ. Ha valahol van spannolt emberi kapcsolat, ha valahol olyan-olyan-olyan nagy próbatétel előtt állnak az emberek, akkor, akkor kifejezetten a színészek, a legtörékenyebb, a legesendőbbek, akiket szinte bálványként hősként lehet látni egyrészt, amikor lehull a függöny utána, mikor leizadva lemosakodnak, akkor lehet látni még egyszer mondom a szót, a darabos emberségüket. És ezt a, ezt a, ezt a küldetést, mint egy missziót ő, vállaltam el, én nem kerestem ezt. Egyszerűen akik jöttek hozzám, azokat örömmel szívesen elfogadtam, és most van egy roppant érdekes kihívás, ez már a honnapot érinti, ami rendi legfontosabb ingatlanunk, aminek a visszaszerzése éppen most folyamatban van, a nyolcadik kerületi Horánszki utcai egykori hatalmas nagy székházunk, ez egy 6700 négyzetméteres nagy épület. Horánszki utca, ez a Brodis utcara utcára merülleges, ugye Igen. jól mondom, a, a Szent Király utcával párhuzamos. Igen. Tehát a rádiótól egy komoly kőhajítás nyira, nem többe. Na, ott szeretnék mi egy olyan hatalmas, nagy. És szellemi, kulturális, lelkiségi centrumot létrehozni, aminek tervem szerint a rendrészéről én vagyok ennek a megbizotja, hogy ezt az egész ügyet mozgassam és vigyem, a párbeszéd, a dialógus háza nevet adnánk. Ennek a háznak a központi része egy nagy kápona, amelyet az épület államosításakor 50-ben az egész épületet bérlő, vagy használva megkapó közgazdasági egyetem mellett az akkori színház és filmészeti főiskola kapta meg. Ebben a kápolnában is stúdiót be, máig folyik ott stúdiómunka. Tehát színi növendékek tanulnak dolgoznak ott most jövök én is, arra gondolok, hogy jó lenne valami tovább vinni ebből a kapcsolatból, és nagyon nagy, nagy kitüntetés lenne számunkra, talán segítség számukra, ha ezt a káponat, hamar egyszer 40 éven keresztül, most hogy milyen, milyen háttér, ideológiával végül is mindegy, ők használták, az ő színpadi gyakorló volt, hogy az az ő kápolnájuk lenne. Ez egy intim kisvilág, egyetemi lelkiség szomszédságában, ahol ők úgy otthon lehetnek, hazajöhetnek oda, és hát azok, akik úgy gondolják, hogy számukra a hitbeli meggyőződés sokat jelent, Valahol nekik is otthon kéne lenni, amikor a, a templom egy gyülekezet nem böki meg egymást, néz, ott van ez vagy az, hanem. hanem a hat, embereknek hanem, a, a nehézségei. Hanem, 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 hanem valahol otthon vannak, és megérkeznek ebben a kápolnában, és kifújhatják, mert ők is épp úgy figyelnek Krisztusra, mint bárki más. Tehát ő is egy úgymond közember lehet, amikor neki nem kell szerepelnie. Barátok, hobbi hát ugye, ha a pappal beszélget az ember, akkor úgy mindig megkérdezi azt is, hogy, hogy nem hiányzik az, hogy nincsenek gyerekei. Nem gondolta arra, hogy de jó lenne, ha lenne egy gyerekem? Dehogy is nem. Töprengtem, rögtön indulás előtt, és ez a töpreng is meg nem szűnik, becsülete elkísér, hiszen papettem, megmaradta, megmaradta a szexusom is, a férfi maradtam, a gesztusom, a hangom, minden normális, egészséges a vágyaim is azok, de itt van valami, ami, ami mindebbe az emberi naturába, természetbe belekapcsolódik tőle, aki engem erre az útra meghívott és küldött, és ez pedig én érettem az ő evangéliumáért. Igen, de hát az ember megint csak ugye egy átlagember azt mondja, hogy hát Istenem, egyszer vétkezünk, megbánjuk esetleg, őszintén megbánjuk, de, de az eredmény, az ott maradhat akár egy gyermekképében. Butaság a gondolat is? Nem, azért hallgattuk, és válaszolok csöndben, mert azért ez egy misztérium. A család, a gyermek, az apaság, én csak azt élhetném át. Adott nekem az Isten más formájú apaságot. Ez nem allegória. Olyan sok gyermeknek léptem a lelkébe, szívébe, Egyrészt, mert nem volt apja, mert csak ő édesanyja nevelte. Vagy onnapja volt, ő, aki helyett inkább engem kívánt, bár ilyenkor próbáltam úgy távolságot tartani. Ha összegzem az én apai szeretetemet, amelyet én a 22 esztendés papi során a gyermekekre sugározni próbáltam, vagy odaadtam, akkor ha én ezt tömörítem, akkor ebből egy, egy óriási nagy család, nem tíz. Gyereket számoló család kereked neki. Amikor az én jó Jancsi öcsém a gyermekét, sok gyermeke van, öt fia van, rólam nevezte el második Vétesai Lászlónak, akkor az ő a kisfia és köztem a Lackó meg a Laci között egy nagy lelki kapcsolat született. És ez, 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 valahogy olyan, olyan, olyan szép ajándék egy testvérektől meg az élettől. Nekem úgy nincsen, aki az én saját vérem lenne. De ahogyan ő szól az a kis rác, most már ő kezd kamaszodni, azért ő, a, a, mégiscsak más, aki ugyanazt a nevet visel, és azt ő tudja, hogy itt az első, ő a nagylaci a Vértesai László, és ő a második, oda is írja időnként, a római kettesel, hogy ő a második Vértesai László.